Ezzel a parókiával indult el 1995-ben a Borbányai városrészben a görög-katolikus egyházközség. A hívek a parókia épület alaksorában alakítottak ki maguknak kápolnát, a nagyobb ünnepeket pedig egy közeli római katolikus templomban tartották. 27 év várakozás után az álom valóra vált Borbányának, 2022 pünköst hétfőjétől kezdve saját görög-katolikus temploma lett, amellyel immár 115-re bővült a nyíregyházi egyházmegye templomainak száma. A bizánci stílusú építményt a vértanú halált halt Boldog Romzsa Tódor munkácsi megyés püspök emlékére szentelték fel, akinek csonterekjéit ebben a mészkő oltárban helyezték el. Olyan templomot szerettünk volna ide építeni, ami bizánci jellegű, de mégis szorosan kapcsolódik a magyarsághoz. Dr. Janka György, esperes parókos atya így talált rá a feldebrői altemplomnak az alaprajzára, amely bizánci jellegű, és szorosan kapcsolódik a magyarsághoz, hiszen Árpád-kori templomról beszélünk, Abba Sámuel királyunk építette. A Borbányai templom görög-katolikus hagyományok szerint épült, a templomhajó centrális elhelyezésű, a szentély kelet felé néz. Két sekrestje van mellette, a kupola alatt ablaksor, a főbejárat felett karzat és imaterem helyezkedik el. Közel 120 fő befogadására alkalmas és teljesen akadálymentesített, valamint parkolóhelyek biztosítják a megállást a hívek számára. Bár a falfelületek még várják az úgynevezett szekkókkal történő díszítést, csak úgy, mint az oltár előtti ikonosztáz megépülését, azért a hívek már most is büszkék a mintegy 300 millió forint értékű beruházásra, házás eredményére, amely döntően kormányzati forrásból épült meg. Akár csak erre a kis harangra, amit Lengyelországban öntöttek a vértanú tiszteletére, és amely pünköst hétfőtől kezdve minden délben, valamint a szertartások előtt fog harangozni. Ez pedig már a Szent Miklós görög katolikus székesegyház, amely nem csak kívül, de belül is megújul, és a tervek szerint idén Szent Miklós ünnepére készül el. A nyíregyházi Szent Miklós görög-katolikus székesegyházat egy célzott kormánytámogatásból tudjuk felújítani. Ez kezdődött a tetőhéjazatnak a cseréjével, amely már befejező fázisába érkezik, valamint a külső homlokzatnak a megújítása. Ez a homlokzat újrafestését és nyílászáróknak a cseréjét jelenti. Ami nagyon látványos, a templom belső terében, hogy közel 2200 négyzetmétert újrafestünk. Nemcsics Antal festőművésznek a képei levédésre kerültek, mivel műemléki templomról van szó, ezért műemléki engedély volt szükséges a templom újrafestéséhez. A képek levédése után tudtuk elkezdeni ezt a bizánci stílusú újrafestést. Hozzátartozik még a felújításunkhoz, hogy építési engedélyt kaptunk a sekrestye bővítésére. Erre azért van szükség, mert a jelenlegi kicsinek bizonyul a papság számára, és egy nagyobb sekrestyével reményeink szerint december 6-ára, Szent Miklós ünnepére, a templom cím ünnepére sikerül befejezni a munkálatokat. Seres Tamás ikonfestő, restaurátor saját bevallása szerint az életművét alkotja jelenleg, hiszen Közép-Kelet-Európában egyedülálló, hogy ugyanaz a személy készíti az ikonosztázt, mint a falakat díszítő szekkókat. Körülbelül egy 150 évig ikonosztáz nélkül állt ez a templom, és hát mint tudjuk, az a keleti egyháznak a hagyományához hozzátartozik ez a tulajdonképpeni szentélyrekesztő, ami képekkel van díszítve. És hát nem restaurált, hanem új építmény. És ugye Kárpáti László tervezte meg ennek az állványzatát, és hát jó magam festettem bele az ikonokat 2010-12-től több éven keresztül. A székesegyház felújításával párhuzamosan az idei nyár folyamán a nyíregyházi egyházmegye két alapkőletételre is készül. A tervek szerint ugyanis 2024-re Sóstóhegy és Rozsrét szőlő is saját görög-katolikus templommal fog gazdagodni.